Mit szólsz a halhoz egyébként? Tehát mit szólsz ez a döglött halhoz, amit neked készítettem ki? Hm? Halacska. Fúj. Rakjuk odébb. Úgy. Ez mi volt? Eldobott egy darab pénzt, és aztán ránézett. Sziasztok! Sziasztok, ez itt a Skylab, én Benji vagyok, folytatódik a megcsalás gameplay. Ugye arról van szó, hogy mi találtuk egy ilyen japán nőt, akit kimaxoltunk rózsaszín ügyileg. Ő történetesen egy háromszor magasabb szint, vagy kétszer magasabb szinten lévő celeb. Ugye az előző epizód arról szólt, hogy elcsábítottuk. Szóval róla van amúgy szó, akivel éppen randizok, ahogy láthatjátok, és természetesen új év, illetve szilveszter estéje közeleg, úgyhogy ez ilyen extra randi lesz, nagyon remélem, és kíváncsi vagyok, hogy mi... Ja, és hát, hogy mondja szépen, tehát... jó, tehát nem tudom, hogy ez mikor fog kiderülni, hogy van egy gyerek, van egy gyerek, vagy nem, vagy nincs. És a blow a kiss, az miért fame plusz? Hát blow a kiss. És akkor nézzük, ahogy megy föl a hírnevünk. Mert ugye mi is technikailag, mi is celebek vagyunk. És bespawnolt ide egy izé. Ez a sweet talk, ez szerintem nekem menne. De még nem tudom, mit nyomulok, hát már maxon vagyunk. Tehát igazából itt már csak annyi lenne a lényeg. Tehát az alsó, a szívecskés alsó nadrágot megsukta. Annyi lenne igazából a lényeg, hogy ezt az éjféli kocintást megcsináljuk, ugye. És amúgy itt ül... Ja igen, az volt, igen, most már emlékszem. Tehát úgy zártuk le az előző gameplayt, hogy ezt a fantasztikus épületet megnézzük, mert ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. Először is van itt egy ilyen park, ami homok meg kő, tehát ez nagyon ötletes, nagyon szép. Meg ott van a Fuji Kabala figurája. Háttérben a Fujival. Lesz király ez a hely amúgy. Na, jó, akkor gyorsan nézzük meg. Igen, ez tavasszal sokkal szebb lenne valószínűleg. Most így, hogy így szemerkél a hó, ez így nem a legcsodálatosabb. Na mindegy. Meg egyébként Juna egyébként elég alul öltözött az időjáráshoz képest. Egyébként miért esik a hó? Hát tiszta az ég. Totálisan makulátlan. Na, oké, akkor menjünk be ebbe a szentélyszerű szórakozó helyre. Ez valószínűleg egy szórakozó hely, vagy nem tudom. Ja, karaoke bár. És akkor ketté felé nyílik a dolog. Mondom, jobbra van a... Mi van jobbra? De jó, van ilyen szintkülönbség. Ez tetszik. Meg ilyen izé is. Na, nagyon kopár, kietlen. Ez itt mi? Ez csak én gondolom, ilyen sima beszélgető sarok, meg itt lehet fosni. És természetesen japán stílusú WC. A másik is? Aha, a másik is. Mindenhol van seggpapír. De rendesek. Nem kell a körmöd, de... akkor és a másik oldalon mi van? A másik oldal is ilyen rettentően ötletes. Aha, van egy bár, lehet beszélgetni, inni. Lehet zenélni, ez elegáns, ez kurvára elegáns, ez marha jól néz ki. Szép az az ügy, ez tetszik ez a hely, jó, akkor itt fogjuk tölteni az új évet, hogy ez miért karaoke bár, vagy ez nem karaoke bár? Ez én azt hittem, hogy ez egy karaoke bár. Nézzük csak meg a nevét, itt bal fölül írni fogja elvileg. Nem, ez lounge, ez nem is karaoke bár. Az a mikrofon volt, az zavart meg engem. Na jó, minden jó. Akkor lounge. Akkor én szerintem a nővel üljünk le ide. Ja, nézzük meg, hogy mik a izé taszkok. Mert ugye az nem úgy megy ám. Tehát, hogy feladat is van a randizással együtt. Tehát 10-szer kell szocializálódnom vele, már 3-szor szocializáltam, ez király, ez amúgy magától össze fog gyűlni, szerintem sit and talk on your date. Sit and talk. Tehát üljünk le ide és beszélgessünk. Sit and talk. És nézd, milyen stílusosan kicsit ferdében rakták le itt ezeket a... Te! Ezeket ferdén rakták le. Látod? Tehát ők is a izét használják. Mert a Sims 3-as, ha bekapcsolod a Sims 3-as kamera mozgatást, akkor a valamelyik gombbal tudod szabadon forgatni, de nem tudom melyikkel. Jó, mindegy, ez most nem építős téma, majd ha építős téma lesz, akkor foglalkozunk vele. Na, gyertek be, üljetek le ide, és akkor teljesítsük ezt a második taskot, ebből csak egy kell, de gondolom, ha eltűnik, akkor egy új fog megjelenni. És minél több taskot teljesítsz, annál jobb a date. Gondolom én, nem tudom. Hol vagy? De nőt is hozza, de. Hallod, ne hagyd már kinn a nőt. Te olyan hülye vagy. Call over group. Jó, oké, jön. Oké, akkor együtt. Jaj, itt van egy sit together. Hülye vagyok. Na jó, akkor itt üljünk le, és próbáljunk megszocializálódni. Egyébként érdemes lenne nézni közben ezeket is, hogy van-e stay... Aha, ez a szokásos. Have a drink from being at a lounge. Aha, na, tehát itt vagyunk, és megkívánt egy italt. És egyébként ott is van egy ital. Ezt hozzuk már ide, ezt nem tudjuk ide hozni. Nem akarom, hogy felálljon, mert akkor itt hagyja a nőt. És ide meg nem lehet, ja de ide le lehet ülni. Hát akkor sit together itt. Sit and talk. Hát ott is végül is ott is ülünk, technikailag. És akkor először is kérünk egy piát. Kérünk egy order drink, és olyat, aha, order drinks for group. Vizet. Nem, valami ütősed be az ege. Valami komolyat, érted? Meg amúgy most már pénzünk, 34 ezrünk van, végtelen pénzünk, vagy gyakorlatilag semmit nem kell vegyünk, semmire nem költünk, a lakásunk ki van maxolva, úgyhogy rendezzük ár szerint növekvő sorrendbe. Pros and pop.
$200. Sea of Fire, a tűztengere. Lotta Coccolata. Fúj. Rendeljünk egy ilyet, mindkettőnek. Gondolom, hogy akkor ilyenkor mindkettőnek rendeli, nem? Nem tudom. Ne állj föl! Hova mész? Oda kell, tehát a házhoz kell menni hozzá. Tehát nem tudja odaadni neked. Kiss your date. Oké, amíg készül a piánk, addig kiss. De annyira bírom, hogy random kószál össze-vissza a gyerek amúgy. Gyorsan, gyorsan teljesítsünk. Minél többet kéne teljesíteni, mert maximalisták vagyunk. Oké, megvan a kiss is. Masszírozza meg, hát azt most nem itt fogja szerintem. Egyébként kész a piánk? Vagy nem sikerült berendelni? Vagy zsebre vágta? Vagy mi van? Hol a piám, kedves? Mi ennek a neve? Bár. Ez már nincs, már nem szolgál. Már nem szolgál föl. Aj, már nem szolgál föl. Hát ezt elcsesztük. De nem akarom, hogy itt legyen. Meg őt. Én csak őt akarom. De akkor üljünk le ide, hát akkor nem zavar. Nem zavarnak be ők. És elmegy. És elmegy, és nincs fiánk. Jó, mindegy. Azt mondja, hogy sit and talk to your date. Tehát most ülünk, és akkor beszélni ki. Ja, hát már beszéltek, jó király. Tell your date a story. Tell a story. Give a massage. Na várjál. Itt van közben, ez megjelent. De amúgy ez meg nagyon, nagyon tolakodik. Na azé. Na azé. Jó, van, megy vissza a bárhoz. Most mi van? Most nem jött össze a masszázs? Tehát sztori és masszázs. Ezt a masszírozást, ezt hozzuk már össze, na. Na, csak összejött. Király. Tell your date a story. Oké, a story. Keressük azt, hogy hol lehet storyt mondani. Na, itt van a story. Itt van storytelling. Oké, akkor ezt is kipipálhatjuk. És közben ugye ez is folyamatosan megy föl, ami király. Na, már megy el. Ne menj már el. Most engem is megcsalsz. A randink kellős közepén. Normális vagy? Nézd oda. Meg kell flörtölni. Az eszem megáll. Na azért fiam, húzz el innen, ezt a széjjel kitaposom a bele. Jó, akkor üljön ide vissza, sőt, üljön ide vissza duplásan. És akkor nézzük meg... Úristen! Jesus! Ez egy vámpír. Megjött egy vámpír. Na, rendeljen italt. És akkor még egyszer megpróbáljuk ezt a bazi drágát megrendelni. Remélem, hogy ezúttal el fog készülni. Oké, na most már ki lett fizetve, úgyhogy most már ajánlom, hogy izé legyen. Most már ajánlom, hogy tényleg megcsináld. Na, nagyon pont így kellett leülni, tehát hogy én egy másik nőhöz, és ő is egy másik nőhöz, ez nagyon jó. Nagyon jól leültünk. Na, üljünk már ide. Ez sokkal meghittebb, hallod? És végre teljesítettük a ízét, és akkor nézzük, hogy mi van még, listen to music. Itt amúgy nem tudunk berakni ízét, berakni, vagy tudod mit, rendeljünk higher stuff, zongoristát, vagy szórakoztatót. És akkor, várjál. Mi a különbség a kettő között vajon? Entertainer, meg egy pianist. Nézzük ezt az entertainert, ez nem tudom micsoda. Nekem meg brunyálnom kell kurvár. Jó, akkor kihívjuk a mentőt, vagy mit, a zongoristát. Elmegyünk utána brunyálni, és utána remélem, hogy addig a nő még itt marad. Ez mi? Ez mi? Ez nagyon tetszik, ez itt micsoda? Aha, tehát ez ilyen sima izé, ez pedig gondolom fal. Aha, tehát ez ilyen alacsony fal. Hát ez nagyon király megoldás, ez nagyon tetszik. Ezt alkalmazni fogjuk majd valahol, jó? Csak erre felejtsem. Jó, menjünk vissza. Nagyon-nagyon sokan lettünk. Na légy szíves, menjél brugyálni, jó? Lassan megy. Nagyon sokan lettünk, te jó ég. Rengeteg szín van. Itt van kapásból 3, 4, 5. Ott van 2, 3. Itt megint van vagy 8. Közben úgy már kihúgyoztuk magunkat normálisan, igen. Azt hiszem. Jó, akkor kész vagyunk, akkor ide sit together. És a piám az hol van? Megvan még a pián, vagy már megittam mindet? Megjött a zongorista, amúgy most nézem. Vagy bocsánat, az entertainer. Gyere már panel, most jó, most kezed, ügyes vagy. Have deep conversation with your date. Na, ez már valami. Ez mi volt? Eldobott egy darab pénzt, és aztán ránézett. De ez a nő, ez nem akar ideülni mellém, ez a Megumi. Sit together. Miért nem akar ideülni? Ülj már át ide, légy szíves. Istenem, nem akar ide ülni. Jó, akkor deep conversation, akkor menjünk bele egy deep conversationbe. Na itt már van olyan, hogy meggyőzze arról, hogy elhagyja a férjét. Ezt próbáljuk már meg. Azért csinálok egy mentést előtte, hát ha valósul el a dolog. Tehát gyakorlatilag egy fél nap alatt rábeszéltem arról, hogy váljon el a férjétől. Egyébként az zongorista meg lelépett, pedig fizettem neki 100-at. Úristen, lejár az idő, és még egy csomó mindent kell csináljunk. Te is kölyök meggyőztem. Tehát ennyi volt. Na gyorsan még valamit csináljunk, mert lejár az idő. Have a deep conversation. Két mély beszélgetésre lenne szükségünk. Az itt a friendly-be lesz, gondolom. Ah, itt van deep conversation, és akkor csináljunk egy deep conversation-t, és még egy deep conversation-t. Remélem belefér az időnkbe, egyáltalán biztos.
Na, belefér, gyerünk. Na, ennek örülök, minden belefért a randi időbe, és kis maxoltuk, hogy elnézem. És ez nagyon király, és elvileg lassan meg is kérhetnénk a kezét. Tehát tényleg nincs egy countdown, most már az elég késő van, hogy visszaszámoljanak új évtől. Hát akkor csak énekel. Jó, hát akkor kicsit adjuk át magunkat a szilveszter hangulatának, én úgy gondolom. Elmegy a nő. Hova mész? Ja, biztos brunyálni megy, nem? Vagy hazamegy? Kajak hazamegy. Így megy haza. Nem is szól. Hát akkor én is megyek haza, bazd meg. Húzzuk el a bennünket hazafelé. Úgyis aludnunk kéne. De várja már, ne menj haza. Hát akik meg kell várnunk az éjfelet, az még fél óra. Ha közösen kéne visszaszámoljunk. Várjuk már meg az éjfelet. Már nincs sok idő hátra. Nem tud visszaszámolni éjféltől? Ó, itt egy tévé kell. Egy tévét kéne bekapcsolni, tiszta hülye vagyok. Vegyünk gyorsan egy tévét, mert abba fog menni a visszaszámolás. Gyorsan menjünk ide egy tévét. Ez ugye nem saját pénzből fog menni, úgyhogy vehetünk egy jó gazdag tévét. Legalább lássuk, hogy mi van rajta. Á, jó, ez a gagyiság. És hova rakjuk? Ide kéne rakni, csak itt van a rács. Akkor ide rakom. Gyorsan bekapcsoljuk a tévét. Watch the countdown to midnight. Oké, van még néhány másodpercünk. Remélem elérünk odáig. Aha, 10 másodpercünk van. Ez az! Pont sikerült bekapcsolni a tévét, úgyhogy Panel Sámánnal együtt fogjuk ünnepelni az új évet. Nem tudom, hogy úgy kéne beállni, hogy lássuk őt is, meg a tévét is, mondjuk így. Fúj, de ocsmány a plafon. Jó, akkor nézzük így, ebből a pozícióból, így a legjobb, nem? Na. Jó, hát elvileg most már visszaszámolás folyik. 5 másodperc, nagyon izgalmas, a világ legizgalmasabb új éve. Subi. Ott volt a tévében a szomszédom amúgy. Ennyi volt, ki is kapcsoltátok? Hát ez nagyon király. Na, hát akkor kész a vége az új évnek, húzzuk el a belünket, jó? Nem kell barátkoznod vele, húzzá haza. Menjünk haza aludni. Na, király, és már olvad is a hó, ahogy elnézem. Elolvadt a hó egy picit. Legalábbis ott lent mindenféleképpen. És akkor én szerintem aludjunk. Jaj, de jó itthon lenni, végre. Jó, ki is fáradt. És ma nem töltöttünk fel videót, de szerintem egy nap belefér, hogy ne töltsünk fel. És akkor másnap, ugye van még egy napunk munkáig, ami a mai nap, ezt arra kéne kihasználni, hogy tényleg akkor egy gyerek. De nagyon gyorsan. Ugye hívjuk át, sőt, én szerintem össze is költözhetnénk egy háztartásba. Költözünk össze egy háztartásba? Én szerintem itt most tolunk egy mentést, és összerakjuk őket. Jó? Szerintem rakjuk össze őket. Az a baj, nem tudom hol van. Valószínűleg itt van a japán világban. És akkor itt meg kéne keresni, hogy melyik lakásban lakik. Itt lakik amúgy a Mikulás, csak mondom. Aha, itt lakik. Tehát, hogy elnézem, neki már van egy lánya, meg két férje. Jó, mindegy, őt átköltöztetjük ebbe a háztartásba. Szevasztok, ott hagyjuk a családot, csókolom. Igen, ő valószínűleg a lánya. Tehát tönkre basztunk egy családot. Remélem boldog vagy, Panel Sámán. Na, elvileg összeköltöztünk, ami tök király. Hoppá, hozott pénzt is a házhoz. Kezdek aggódni. Jaj, ne, nagyon túlságosan is otthon érzi magát, nem erről volt szó. Na, az első és legfontosabb az, hogy öltöztessük át, mert elegem van ebből a sminkből, meg a síruhából. Gyere el a gépemtől. De nagyon gyorsan. Ezt a síruhát, ezt nagyon gyorsan vegyük le. Jó, ami meleg nadrág, és akkor ezt a síbakalicsot, ezt is szedjük le. Nagyon gyorsan. Jó, és akkor még a sminket is. Oké, smink leszedve, normális ruha felrakva, csatlakozz a családhoz. Tehát ez megmondja, ez is ő. Tehát megnöveszi, éjszakára megnöveszti a haját. Minek vesz fel szemüveget éjszakára? Na mindegy, ennyi esze van. Jó, értem a koncepciót, hogy itt kiengedi a haját, de akkor legyen autentikusan kiengedve, tehát akkor ilyen lesz. Foci, ünneplő, nagyon japán, de de ez mi? Ez az everyday. Gabátban van minden nap. Hagyjuk már. Valami egyberúga kérem, most nincs kedvem ezzel szarakodni, hogy itt izé babát öltöztetgessek. Ez ilyen nagyon festős. Tehát a szamuráj. Tehát a szamuráj ruhába lesz éjjel-nappal. De több is van, ami elfogadható. Tehát ez például ez az egyik. Akkor ez a másik. Tehát hétköznap. rettentően sok ruha van. Te jó ég. Ez amúgy egész casual. Legyen ez. Ez olyan laza. Ez olyan Panel Sámán. Tehát Panel Sámán a barátom. Nem? Hát ez így elég fasza. Bocsánat, a férjem. Baszki, össze kéne házasodjunk. Jó, ez. Na, gyorsan házasodjunk össze, PLS. Ő nem fogok vele foglalkozni. Tehát ő szabad akarattal rendelkezik. Ha brunyálni akarok, akkor menjen brunyálni. Én Panel Sámánnal fogok foglalkozni. Aki eléggé rózsaszín hangulatban van, ahogy elnézem. Mi ez így egyébként? Become friends with Panel. Hát ő konkrétan a gyereked apja lesz nem sokára. Ne akarj barát lenni. Mit szólsz a halhoz egyébként? Tehát mit szólsz ez a döglött halhoz, amit neked készítettem ki? Hm? Nem izgat? Halacska. Fúj. Rakjuk odébb. Úgy. Tehát ő is kockulni szeret. Ő egyébként nem youtuber? Egészetlenül? Te ő mi? Ő mit dolgozik amúgy? Meg ő neki mi a célja?
Tényleg mit dolgozik? Business! 6-os szintű. A vice president lesz a következő szint. Hallod? Ez egy business woman. Azt mondjuk, hogy honnan van ennyi fémje. No. Tudjátok, mit ezt zárjuk le, és akkor a következő... Én azt hittem, hogy tőle meg fogunk hamar válni. De lehet, hogy egy izgalmas színnek nézünk elébe. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a következő epizódban nézzünk egy kicsit körül. Én majd nyilván Panessámmal el fog menni dolgozni, ugye? Igen, el fog menni... Ja nem, bocsánat, még van egy napja. Még van egy napja, úgyhogy én majd itt a videókat fogja csinálni, stb. De meg majd megpróbálunk újra gyereket csinálni. Viszont a nőnek viszont utána nézünk az életének, hogy ő mit dolgozik, hogyan dolgozik, mikor kell neki dolgoznia. És természetesen azt is megnézzük, hogy ő miért ilyen híres, ugyanis ő 3-as szintű híresség. Úgyhogy ezeket fogjuk megnézni a következő epizódban, ha tetszett, lájkolt, hanem akkor ez van, így jártatok. Ha van egy kis pénzed, akkor mindenképp lájkold és iratkozz fel, de ha nincs akkor is, mert hogy ingyen van mindkettő, én Benji voltam, hamarosan folytatjuk, sziasztok!